köszöntében a falu elnök elmondta, hamarosan útépítések kezdődnek a faluban. Szeretnénk kiaszfaltozni a Táncsics Mihály utcát, mint ahogy említettem a beszámolóban is, ami 3,5-4 millió dináros beruházás, helyi közösség önerőből fogja ezt elvégezni. Van egy útszakasz szélesítésünk tervben, vagyis ami kivitelezésre vár, aminek a beruházási értéke 10 millió dinár, ez községi és tartományi pénzekből lesz pénzelve. Adorjánon készülnek a vízvezeték hálózat korszerűsítésére, a befejezés előtt álló tagosítás után pedig a földterületek újbóli kimérésére. A helyi közösség tulajdonába a mi földek most visszakerülnek, ezeket a központtól a kanizsai bekötő felé vezető útnak a jobb oldalán ott meg fogunk tartani egy területet, ami 10 hektár, 10 pár hektáros terület. Ezt a területet ipari parkká fogjuk átminősíteni. Oda kerül át a labdarúgópálya, de a jövőben a falunapi búcsút is ezen a területen tartják majd meg, mondta el a falu elnök.